Az iskola kiskórusa nyitotta meg az átadó ünnepséget. Az apróságok Bródy János egyik dalát énekelték el. Ezután Fáriné Boros Erika tagintézményvezető mondott köszönetet a vállalat képviselőinek, hogy támogatták a sportudvar felújítását. A csaknem 500 négyzetméteres területre mintegy 4 millió forintot fordítottak. Varga Pap Szilvia, a Knorr Bremse HR igazgatója elmondta, a vállalat kiemelten fontosnak tartja az oktatás fejlesztését, ezért nagy örömmel fogadták, amikor a náluk dolgozó szülők felvetették a felújítás ötletét. Az 1982-ben épült udvar ugyanis már balesetveszélyes volt. A munkálatok december elején kezdődtek, és egy hónap leforgása alatt befejeződtek. Az új sportudvarnak mintegy 600 rákócis gyermek örülhet.